Március 4-én csütörtökön köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. A csütörtök közéleti magazinunkkal várjuk Önöket a legfontosabb események mentén. A mai napon jelentette be Gulyás Gergely a miniszterelnökséget vezető miniszter a következőket. Az óvodákat és az általános iskolákat április 7-éig bezárják, a digitális oktatás részleteit kidolgozzák. Az üzleteket március 8-ától március 22-éig 2 hétre zárják be. Ez alól kivétel az élelmiszerbolt, a patika, a drogéria és a benzinkút. Ugyanebben az időintervallumban minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyet. A maszkhasználat szabadtéren mindenhol kötelező. Mindenkit arra kérnek, ahol otthoni munkavégzésre van mód, biztosítsák ennek a lehetőségét. Mi is újra és újra felhívjuk a figyelmet, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra. Mai műsorunk most elkezdődik aktuális rovatunkkal. Ne felejtsék, a tájékozottság mindenkinek érték. Tartsanak ma is a Szentes Televízióval. Konzultáció az újraindítástól. A koronavírus megváltoztatta az életünket, de most a vakcinával a remény is megérkezett. Egyre több magyar regisztrál az oltásra, így dönthetünk az ország újraindításáról. Nekünk fontos az ön véleménye. Mondja el, mit gondol az újraindításról. Töltse ki a konzultációt a vakcinainfo.gov.hu internetes oldalon. Együtt újra sikerülni fog. Ez már a Szentes Televízió aktuális magazinja, ahol szerdán délután beszélgettünk a térség országgyűlési képviselőjével, Farkas Sándor miniszter helyettessel, amikor még arról tájékoztatta a nézőket, illetve Önöket, hogy milyen korlátozások, milyen újabb intézkedések láthatnak majd napvilágot. Műsorunk elején már említettem őket. Következzen most tehát a szerdai stúdióbeszélgetés. Közéleti kérdésekkel és témával folytatva, ez a hét sem szűkölködött a belpolitikai csatározástól, lehet így fogalmazni, és olyan megnyilvánulásoktól, amelyekhez talán nem szoktunk hozzá. Ugye, amíg a Momentum és a Jobbik a miniszterelnök jelölt személyével van elfoglalva, addig az a Komáromi Zoltán, dr. Komáromi Zoltán, aki itt 2014-ben a hármaszámú választókörzetben nagy arányú vereséget szenvedett a választásokon, azt nyilatkozta tegnap, hogy összedől az egészségügyi rendszer, illetve Fekete Győr András úgy fogalmazott, bocsánat, pontosan idézem, gyakorlatilag lehülyézte a kormányt. Addig mi történik a másik oldalon? Versenyt futunk az idővel, hangzik el ez a szlogen. Ezen a hétvégén, tehát csak 2 nap alatt 74 ezer ember beoltása történik meg, újabb Pfizer szállítmány érkezik, az egészségügyi dolgozók bére emelkedik, valamint folyamatosak azok az intézkedések, amelyek a családok, a munkahelyi teremtés és megtartást, valamint a gazdaságot tartják életben és támogatják. Vajon mi ma a legfontosabb hír, és mi a legfontosabb üzenet? Kérdezem ezt a térség országgyűlési képviselőitől, Farkas Sándor miniszterhelyettes urat köszöntöm. Köszöntöm a televízió nézőit. Valóban ön hirtelen sok kérdést tett fel, tehát ebben most, hogyha van alkalmam, akkor válogatok, de nem akarok megkerülni egyetlen egy kérdés sem. Talán a legelső gondolat sorára szeretnék néhány gondolatban reagálni. A héten is ugye hétfői nap parlamenti nap volt, és megdöbbentő az ellenzéknek, a baloldalnak az a megnyilvánulása, azok a szinte már minden emberi mi voltjából való kifakadása azoknak a képviselőknek, akik a kormánynak olyan irányú támadást intéznek ok nélkül, és ebből is látszik a stílusból, hangnemből, hanghordozásból, a mondani valójuknak a tartalmából, hogy őket semmi más nem érdekli, mint egyértelműen az a politikai viszálykeltés, hangulatkeltés, amit ők majd valamikor 2022-ben szeretnének úgymond a pajzsukra tűzni, és igazából ez egy politikai harcot indítottak, akár a vírusra való gondolkodásunkban, a gazdaságunkkal szemben, mindennel szemben, ők egyértelműen ők ezt politikai céllal teszik, nem érdekli őket, hogy,
hogy milyen intézkedések vannak, milyen óvintézkedések vannak, milyen támogatások vannak, hogyan próbáljuk újraindítani a gazdaságot. Tehát egyértelműen számomra, aki ott szoktam ülni ezekben a vitákban, nagyon nehéz úgy hallgatni, vagy meghallgatni ezeket a hangokat, hogy az embernek úgymond rossz kifejezéssel szóval ne menjen fel a cukra, mert egyszerűen én egyszerűen nem értem ezt a fajta gondolkodásmódot, hogy hogyan lehet ilyen felületesen kezelni, hogyan lehet így elmenni az emberek hétköznapi problémája mellett, és csak a saját politikai hatalmuk és hanem a hatalom vágyukért tesznek meg mindent, tehát és nem fogadták el ugye azokat a törvényeket sem, amiben a veszélyhelyzet kitolásra került, sem most, se korábban. Egyáltalán egy olyan törvényt és kormányrendeletet nem támogattak, amellyel a nehéz helyzetbe került munkavállalóknak, vagy a szociális helyzetbe került embereknek a sorsáról döntöttünk, de mondhatnám az összes többi olyan kérdést, ami mind pont a segítséget, a jobbító szándékot, nem csak szándékot, akaratot és tevőlegesen is eredményt tud produkálni. Egyáltalán egy ilyen támogató szavazatot nem kaptunk tőlük. Tehát én úgy gondolom, hogy itt most már olyan mértékben fordult ki a világ, amit józan észre rendkívül nehéz követni, és én azt látom, hogy ezek a politikusok nem is akarnak, úgymond, segíteni a magyar embereken, a magyar társadalmon, hanem csak kimondottan a baloldali összefogásba gondolkodva és hatalomvágyból tesznek mindent. Ez talán az első gondolatsorra, a második pedig... Igen, bocsánat, ez érdekes, ugye, amit mond, és nyilván ön beszélt a politikumról és a politikáról, de valóban itt, amikor az oltások fontossága a legfőbb kormányzati kommunikáció, hogyan jut el ez az emberekhez, amikor például Csongrád Csanád megye székhelyének televíziója fő témaként és hírként jeleníti meg azt, hogy a Momentum hogy vélekedik a kormányról. Mi akkor ma a legfontosabb, hogy eljusson? Ugye... Azt mondják, hogy Magyarországon nincs sajtószabadság, ezzel támadnak bennünket Európába. Hát, hogyha nincs sajtószabadság, akkor ezek a Momentumos és a többi hírek hogy jutnak ilyen módon el az emberekhez, és hogyan tudják ezekkel az álhírekkel befolyásolni a magyar társadalmat? Hát csak úgy, hogy van sajtószabadság. És akkor, amikor akár a szegedi példát, de több példát is lehetne említeni, amikor mindent megtesznek annak érdekében a vakcina ellenességgel, az oltás ellenességgel, számtalan professzor, tudós, virológus, szakember nyilatkozott arról a világban, nem csak Magyarországon, hogy a vakcina az egyetlen egy mentségünk, ami lehet egyáltalán. És ők ezt akár az előbb említett volt képviselőjelölt is kinyilatkozza, mint a DK-nak a szakpolitikusa. Egyszerűen értetlenül állok az ilyen nyilatkozatok előtt. Én nem vagyok ennek a szakértője, hazudnék, ha én mondanám, hogy én ehhez értek, de annyi okos embernek a jó gondolatát hallom, tapasztalom, látom, és ezeket megkérdőjelezni badarság, butaság és egy nagyon nagyfokú rossz indulat. Illetve az egész világon nyilván, ami mérvadó. Igen, ez így van, tehát ez nem csak Magyarországon van így, ez a fajta gondolkodásmód ezzel a liberális eszmékkel, talán mondhatnám ezek a különböző világhatalmi tényezők által befolyásolt, de ebben nem akarok elveszni ebbe a gondolatkörből, ez nagyon messzire visz, ezeknek a politikusoknak vagy vélt politikusoknak a befolyása ezekbe a különböző médiákba, társadalmi csoportokba, akik őhozzájuk közelebb állnak, olyan szócsövet kaptak, ami mondhatnám, tele tudják kürtölni vele a világot, így a magyar sajtót is, a magyar közéletet is. Orbán Viktor miniszterelnök úr néhány napja azt mondta, hogy a következő két hét kritikus lesz a járvány ügyben, illetve úgy nyilatkozott, hogy egyszerre kell nagyon fegyelmezetten és együtt betartani a fennálló korlátozásokat. Lehetett azért olvasni akár az általános iskolák online rendre való átállását, illetve a bevásárlóközpontok, a plázák átmeneti szüneteltetését. Melyik az a döntés, vagy melyik az az állapot, amelyhez közeledünk? Hát valóban így van, ez az elkövetkezendő két hétnek jó sort lehet, hogy sajnos ez lehet több is. Ez tényleg kritikus, mert most látjuk, hogy azok a
akár az Angliából, vagy akár a dél-afrikai vírus mutáns, ugye, ami most már fellelhető a magyar vírusfertőzöttek között is, ugye ez egy rendkívül agresszív, nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt hatalmas tömegeket tud megfertőzni. Ez az, amire miniszterelnök úr is utalt, és az a fertőzöttségi szám, amit az elmúlt napokban folyamatosan látunk, emelkedik. 4000, 4500, 5000 vagy még a fölött lévő napi fertőzöttek. A halálozási szám is rendkívül módon gyorsan most megemelkedett az elmúlt napokban. Igaz, hogy ezzel szemben elindult egy nagyon komoly oltottság is, és az oltási program is úgymond remélem paritásba lesz ezzel a gyors fertőzöttséggel, ha bár ezt nagyon nehéz így megítélni, de én azt látom, hogy ez az elkövetkezendő valóban pár nap, pár hét, ez rendkívül kritikus. Ugye mindenki most már szeretne kiszabadulni, ezt már sokszor elmondtam ebből a most már egy éve tartó zártságból, kötöttségből. A türelem is veszik, ami magamon is érzem, meg azt hiszem mindannyian, de be kell tartanunk, ki kell bírni fogcsikorgatva is ezt az időszakot, hogy minél kevesebb fertőzést vagy fertőzöttel találkozhassunk, vagy adják, vagy adjuk tovább. És ezért is fontos az, hogy most, hogy ezek az intézkedések mikor bejönnek egyáltalán, nem? Erre most ebben a pillanatban nem tudok válaszolni, mert most kormányülés van ebben a pillanatban, és várhatóan a holnapi kormányinfó már erről, vagy esetleg az esti hírekben már többet fogunk tudni, de nem ördögtől való dolog, hogyha esetleg a plázáknak a nyitvatartása, szigorításra kerül, de talán még azt se tartom annak, hogyha az iskolák is esetleg egy vagy két hétre áttérnek teljesen a digitális oktatásra. De ez ma ebben a pillanatban itt a stúdióban, ez feltételezés részemről, tehát nem megerősített tény, de az biztos, hogy sokkal jobban oda kell megint figyelnünk, még jobban, egy kicsit lazákká váltunk. Látom itt a városban, hogy maszkhasználat olyan ritka, hogyha az ember lát valakin maszkot, azért a fővárosban ott kötelező, Szegeden, nagyobb városokban kötelező, itt Szentesen nem, hát azért itt mi is próbáljuk már meg megvédeni magunkat, meg az embertársainkat. És ugye nagyon sok vakcina érkezik most, érkezett már a héten, meg még a hét második felébe is fog érkezni, nem csak Magyarországra, hanem ide konkrétan Szentesre is, a környező településekre, a házi orvosokhoz, a kórházi oltópontokhoz, szinte minden vakcina elérhető. Én nagyon kérek mindenkit arra, hogy akik már regisztráltak és kapnak értesítést, ne gondolkodjanak rajta, menjenek, oltassák be magukat. Most én már idősebb korosztályhoz tartozom, de hát akkor, amikor gyerekkorunkban megkaptuk a védőoltásokat, senki fel se tételezte, hogy ennek milyen mellékhatása van. Meg az eredetét sem. És azt se tudtuk, hogy most már utólag kiderült, hogy mind orosz vakcina volt különben, ez érdekes, ez csak úgy a megnyugtás kedvéért mondom. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az orosz és a kínai vakcina az gyakorlatilag egy nem mű vakcina, hanem egy elölt vagy legyengített vírusról van szó, amit emberi szervezetbe juttatnak, és az ellenanyagot gyorsan ki tudja az emberi szervezet termelni. Tehát ezek mind kézzelfogható dolgok, és én azt kérem mindenkitől, hogy ha egy mód van rá, oltassa be magát, menjen el az oltópontokra, aki nem regisztrált, feltétlen regisztráljon, még nem késő. Védjük, próbáljuk már meg megvédeni egymást, és hát, ha akkor egy kicsit könnyebb lesz az életünk, és kiszabadulhatunk ebből a zártságból. Ön beoltatta már magát? Be fogom oltatni magamat. Ha már a Covid-nál tartunk, és ön is említett emelkedő számokat, hogyha megnézzük Csongrád-Csanád megyét, ugye a beazonosított fertőzöttek száma mai napon 439.900 fő összesen, a megyénkben pedig 19.431, tehát országos és a megyei számok és a növekedésön. Hogy látja a megyében a védekezést, a fertőzöttséget, főleg a választókörzetünkben ennek a sajátosságát? Talán még egy kicsit szerencsésebb helyen vagyunk, ha ezt egyáltalán szabad így kimondani és nem elkiabálni. Most éppen Balázsjáról jöttem, polgármesterről beszélgettem, pont erről mondja, hogy hát a házi orvosi információi szerint egy-két eset van, de nem kirívó. Többi településről is, amit is van információm, ott sincs kóc sehol sem. De ez nem jelenti azt, hogy holnap nem lesz. Ez nem jelenti azt, hogy holnap után nem lesz. Ez egy pillanatnyi állapot, és a pillanatnyi állapotban kell nekünk megtenni
ezerszer elmondtam mindent, a szájmaszktól a fertőtlenítésig, a vakcina igénylésen át, hogy minél hamarabb eljussunk arra a pontra, hogy minél legalább az 50% fölött legyünk, akik már kitermelte a saját szervezet, aki már átesett ezen a víruson, és megvan a bizonyos immunitása, vagy akik még nem, és azok pedig a vakcinával ezt meg tudják előzni, hogy legalább érjük el az 50-55%-ot, akkor a virológusok szerint ez a hullám, ami most ilyen rendkívül meredeken megy felfele, az visszaszorulhat. Tehát itt a környezetünkben, jelen pillanatban a kórházigazgató főigazgatóval is beszéltem ma reggel, nincs kirívó eset, de érezhető, hogy egyre több az, aki bekerül különböző ilyen jellegű problémákkal, akár az orvoshoz, akár a kórházba. Pont ezzel szerettem volna folytatni, dr. Bugyi István kórház, ugye dr. Kalmár Mihály intézményvezető már újabb felhatalmazást, megbízást kapott munkájának ellátására, illetve a Szegedi Klinikai Központ már az irányító szerv, és kórházunk annak a városi kórháza. Egészségügyi és a szerződések aláírása, tudtommal teljesen rendben lezajlott a Szentesi Kórházban mindez. Igen, én is így tudom, főigazgató úr által nyújtott információk alapján talán 2 vagy 3 idősebb korban lévő szakorvos az, aki nem vállalta ezt a feltételt, egy pár adminisztratív, illetve egyéb kisegítő személyzet, tehát azt hiszem, hogy 10 alatt van az a személy, aki nem vállalta ezeket az új feltételeket. Ez mondjuk még egy mindenféle szerződés módosítástól függetlenül is előfordulhat bármikor, tehát én köszönöm szépen az orvosoknak, ápolóknak, asszisztenseknek, minden egészségügyi dolgozónak, hogy átérezték ennek a felelősségét, és beálltak ebbe a megújításba, beálltak ebbe az új, mondhatnám, egészségügyi rendszerbe, ami természetesen abszolút nincs még teljes mértékben kiforva. Ezt tudjuk nagyon jó. De egy ilyen háborús, most szó szerint mondom, háborús időszakban, egy olyan programot tökéletesíteni, ami majd 20 év múlva is működni fog, ezt úgy gondolom, hogy ehhez idő kell, és ahogy elkezdődött, ez szépen folytatódik, azok a szerződésbeli problémák, amelyek felvetődtek, az jelentős részben kiküszöbölésre került, illetve van egy pár hónap, amikor ezt még ki lehet símítani, le lehet. Ebbe a türelmét kérem mindenkinek, mert ebben a helyzetben azért azok a személyek, akik ezt a programot annó indították, azért ez nem volt, hogy mondjam, prognosztizálva, hogy ilyen kritikus állapotba jutunk pont az egészségügynek a, most így mondom, átszervezése területén, ami most ebben a covidos helyzetben realizálódott itt minden napjainkban. Tehát én úgy gondolom, hogy nyugalom van a Szentesi Kórház, a dr. Bugyi István Kórház és a járóbetegellátásban is. Ennek örülök és köszönöm. Ugye a Covid-dal kapcsolatos konzultáció is elindult, amely az emberek véleményére volt kíváncsi, ugye nyilván az újranyitásról. Hogyan fognak ezek a vélemények beaplikálódni a kormányzati munkába, illetve a döntésre? Nyilván most ebben a pillanatban még újranyításról nem beszélhetünk. Hát igen, meg a konzultációs terv, vagy a kérdéskör felmerült, és hogy ez megnyitásra kerül ezen a online felületen, akkor még egy csökkenő tendenciában voltunk, optimistább volt mindenki, és azért mertük ezeket a kérdéseket feltenni, ami nem vesztett el az aktualitását, hozzáteszem, csak egy kicsit ilyen abszurdá vált, hogy most újranyitásról kérdezzük az embereket, holott pont most növekszik a fertőzöttség száma, de nem veszik kárba ez a munka. Az emberek elmondják erről a véleményüket, hogy mik azok az ágazatok, mik azok a szegmensek, ahol gondolják, hogy jó lenne könnyíteni, de ez csak természetesen akkor lehet, amikor ez a hullám újra visszatér abba a csökkenő tendenciába, abba a csökkenő időbe, amiben elkezdődött annó. Kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére, nem az első és nem is az utolsó konzultáció. Úgy lehet jó döntést hozni egy kormányzatnak, hogyha tudja, hogy az emberek miről, mi a véleményük, hogyan gondolkodnak. Kevés európai ország van, ahol ezt megmerik kérdezni.
Ha már itt gondolkodunk nyilván egy más időszakon, ebben az időszakban is, ahogy ma már beszéltünk, születnek olyan rendelkezések, amelyek a családokon keresztül, a gazdaságokban, a vállalkozói szektorban, a mezőgazdaságban, a gyermekek, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, és az idősek támogatását, segítségét próbálja áthidalni. Ebben a helyzetben tényleg rengeteg fajta van, tehát már naponta több fajtával is találkozhatunk. Arról van-e valami információ, hogy ez a térségünkben ez hogyan tükröződik vissza? A felmérésünk nincs erről, de azt viszont ahhoz megfelelő információkkal rendelkezünk, hogy ugyanolyan élénk a fiataloknál is a család alapítási, most így mondom, kedvés, illetve a építkezések, a fejlesztések, a karbantartásokra való igény. Ez ugyanígy megvan itt mi nálunk is. De szinte kivétel nélkül minden kormányzati intézkedés, mondhatnám így, hogy előkészített talajba kerül, ha magral vagy összehasonlítom össze, tehát fogékonyak az emberek erre, és élni is fognak, és élni is kell ezekkel a lehetőségekkel. Számtalan olyan dolog van, ami vissza nem térő, most van talán, azt nem mondom, hogy egyszer, de ritkán adatik meg, mikor ennyi lehetőség. Igaz, hogy rendkívül nehéz helyzetben, de ennyi lehetőséggel lehet élni szinte a társadalom minden korosztálya számára. Most itt nem csak a 13. havi nyugdíj első részletének a bevezetéséről beszélek, ez mondjuk a vége, az eleje pedig a 25 év alatti SZIA mentesség 2022-től. Tehát itt ebbe a intervallumba mindenki érintetté válhat, és nem megszorításokba, hanem pont támogatásokba. És ez a különbség mi közöttünk, a kormánypárt és az ellenzék, a baloldali ellenzék között. A baloldal mindig a megszorításokkal, a nyakatekeréssel, a csavargatással, a lehetetlen helyzetek teremtésében gondolkodott. Mi folyamatosan azon, hogy hogyan tudunk az embereknek jobbat tenni, hogyan tudunk többet segíteni. Ez egy teljesen másfajta gondolkodás, egy másfajta empátia. Én nem mondom azt, hogy mi is tökéletesen tudjuk a dolgunkat, mert ez hazugság lenne. De azt azért, aki józanul végig gondolja, hogy mi volt 2010 előtt, mi van most, nézen szét az országba, nézen szét a térségbe, akár még Szentesen is szétnézhet, nézze meg, hogy mennyi minden fejlődött az elmúlt 10 év alatt ebben az országban, és ez mind abból fakad, hogy megkérdezzük az embereket jelentős részben, és nagyon sarkalatos kérdésekben, de ezek a támogatási formák, amit én most föl se tudok sorolni, ön sem, meg azt hiszem egyikünk sem, annyi minden van, és jár az ember fejébe, ami teljesen majdnem, hogy úgymond sokkoló, hogy most melyiket válasszam, vagy melyik a jobb, melyikkel tudok jobban hasznosulni, melyikbe tudok jobban érvényesülni. Itt nem csak a munkahelyi támogatásokba kell gondolkodni, hanem vállalkozás fejlesztésekben, beruházásokban, beruházás ösztönzésekben, olcsó hitelek vannak, tehát hitelmoratórium van, tehát annyi minden dolog, ami mind ebbe a nehéz helyzetbe ad egy bizonyos, hogy mondjam, megnyugvást, amennyire ez megnyugvást lehet ilyenkor adni, de mégis egy biztonságot az embereknek, hogy nem csúszik ki a talaj az alólunk. Ha már fejlesztések és a térség, ugye érdekes volt, hiszen a közeljövőben ön bejelentette azt a nagyarányú fejlesztést, 4 lépést, amiből 2 Szentest érint, erről már beszélgettünk, de ugyanabban az időben egy kicsit később a Csongrád-Csanád megyei közgyűlés is települések polgármesterével stratégiáról számolt be sajtótájékoztató keretében. Önnek, mint a térségországgyűlési képviselőjének eljuttatták-e, volt erről szó, jelezték-e önnek ezt a szándékot? Megmondom őszintén, nem. Elég szomorúnak tartom. De hát én ezt megszoktam már a várostól, tehát különösebb történés nincs ebbe. De azt is tudom, és olyan túlzottan nem veszem én ez okon, mivel ez hosszú évtizedek óta így van a városban, de azt is tudom, hogy a végén úgyis ott fognak az én ajtómon kopogtatni, hogy segítsek. Hát ez bizonyos vastag bőr szükséges.
Többször beszélgettünk már a települési fejlesztésekről, amely infrastruktúra, épület, az oktatásban, a nevelésben való intézmények felújítását jelenti. Ön hogy látja most a településeket? Melyik majd az az irány? Hiszen azért a Covid mellett vannak források és vannak felületek akár a Magyar Falu programban és egyéb más programokban, amelyek újra nyitnak és elérhetőek. Hát igen, itt azért a legelőre haladottabb stádiumban a Magyar Falu program van. Az ugye egy folyamatos program, most már szinte hetente nyílnak meg az újabb pályázati lehetőség, most a héten azt hiszem épp a kisboltok pályázati, vagy a múlt héten jelent meg, nem is tudom pontosan. Tehát ez egy óriási lehetőség ezeknek a településeknek. Sokszor elmondtam ezt is, ha valaki végigmegy egy kis településen, itt a környékünkben van, teljesen mindegy, hogy hány, mindegy, hogy melyik választókerületben megyünk, még ezt is hozzá merem tenni. A középületeket, a középületeknek a berendezésében, játszóterekben, óvodákban, bölcsödékben, különböző közintézményekben, iskolákban, mindenütt a megújulást látja. Szépen betatarozva, napelem a tetőn, új kazán, új konyha, új padok, új nyílászárok. Hát ez nem volt korábban. Hát ezek a faluképek, ezek a településképek olyan közterületek, ugye, még ráadásul, parkosítások, amik az igazi kellemes pillanatot okoznak egy-egy emberi szemnek és jelenlétnek. Ezek mind-mind olyan, most sajnos azt mondom, új dolgok, de mégis nagyszerű dolgok abból a szempontból, hogy na igen, ezek a települések is fejlődnek, ezek is tudnak olyan életszínvonalat biztosítani, nyújtani, mint a kisváros vagy a nagyobb városnak a lakóinak. És azt hiszem, hogy ez a cél, ez a kormányzatnak a célja, amikor azt mondjuk, hogy vidékpolitika, azt most a szó nemes értelmébe kell venni, hogy igen, a vidéken élő embereknek is ugyanolyan joguk van azokhoz a szolgáltatásokhoz, azoknak a színvonalához, mint egy város vagy egy nagyvárosban élők. Én úgy gondolom, hogy ebben a Magyar Falu program rendkívül erős. Emellett ugye ott van, ami majd most fog indulni, a települési operatív program, ez a megyei koordinációban lévő program. Itt azért még sok kérdőjel van, hogy mely programok mikor fognak megindulni, azok a programok lesznek-e, és ez ennek a kifutása ugye 2027, az még elég soká van, hogy mikor lehet majd ezekre pályázni, hogyan, milyen feltételekkel. Itt ez gyakorlatilag ez most az előkészítés fázisában van, de van egy másik, egy harmadik nagy program, ugye a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Program, amely egy teljesen más dimenzióból indul ki, ami se nem Magyar Falu program, sem települési operatív, hanem ez a Dél-Alföldi Regionális, ez főleg kimondottan gazdasági élénkítő, gazdaságfejlesztő program, de hát ez is még a tervezés fázisában van, tehát jó, hogyha erre készülünk, mert nem, hogy jó, erre készülni is kell, ez nem is kérdés, készülni kell, programokat egyeztetni, kidolgozni legalább alapvetően vagy alapjaiban, hogy én mit szeretnék, vagy az adott település mit szeretne, és amikor majd megnyílnak a pályázatok, akkor gyorsabb erővel rá lehet erre mozdulni. Itt ugye nagyon sokáig arról volt szó, hogy gyakorlatilag senki nem mozdult sem erre se, pályázat nem volt, kiírták a pályázatot, amit kiírtak, arra megpróbáltunk gyorsan reagálni, nem pedig előre gondolkodni. Hát ebben azért remélem, hogy lesz változás itt a térségben is. És én azt hiszem, hogy ezek a programok mind arról szólnak, hogy a térség megtartó ereje, a vidék megtartó ereje, az életszínvonal emelkedés. A megtartó erő alatt nem csak azt értem, hogy itt lakjon mindenki, hanem jobb életkörülményekkel, jobb gazdasági körülményekkel, jobb anyagi feltételekkel tudja biztonságosan élni életét, gyerekeit óvodába, iskolába járatni, és minél több fiatal maradjon helyben. Innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm, hogy elfogadtam a kívást. Köszönöm a lehetőséget. Aktuális rovatunk után folytatódik közéleti magazinunk a reklám után. Maradjanak velünk! Kertészek, figyelem!
Nagy kárt okoz a tripsz paprikában? Nem bír a sok lisztecskével paradicsomban? Tönkreteszi az állományát a levéltető és a takácsatka? Már a vegyszerek sem oldják meg a problémát? Akkor önnek csak a holland Koppercég hasznos szervezetei segíthetnek. Zöldségben és gyümölcsben kötődésfokozásra ajánljuk a Natupol poszmékaptárainkat. Több mint 10 év tapasztalatával várjuk érdeklődésüket a Szentes Bio Kft-nél. Keressen minket! A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. I look at the sun, I look at the moon, I'm trying to find out where the love. Éld át a RED szabadságát! Válassz RED tarifacsomagot havi 8.990 forinttól vezetékes szolgáltatás mellé. Ready? Vodafone. Miért a vakcina a leghatékonyabb eszköz a koronavírus ellen? A koronavírus járványtól való védettséget alapvetően két módon tudunk megszerezni. Az egyik az, hogyha átesünk rajta, a másik az, amikor valamilyen vakcináció keretében a szervezetünk megfelelő immunválaszt tud generálni, egy esetleges fertőzés esetén biztosítja a védelmet. Sajnos az a baj, hogy az átesettség, azaz az átfertőzöttség nagyon komoly árat jelent. Nagyon sok honfitársunk súlyosan megbetegszik, adott esetben meghal, jól látjuk ezeket az adatokat. Ezt hatékonyan és biztonságosan csak oltással, vakcinációval tudjuk elérni. Az oltás a legerősebb eszköz a koronavírus ellen. Regisztráljon ön is! vaccinainfo.gov.hu készült Magyarország kormánya megbízásából. Újraindítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. 5%-ra csökkent a lakásépítés áfája, és akár 3 millió forint is járhat lakásfelújításra. Bértámogatás segíti a bajba jutott vállalkozásokat. Elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb orvosi béremelési programja. Újraindítjuk a gazdaságot, mert Magyarországnak működnie kell. Ez már a Szentes Televízió közéleti magazinja a tartalomból. Folyamatosak Szentesen a védőoltások, a szervezésről és a beadásról beszélgetünk a Szentesi Házi Orvosok kollegiális vezetőjével, majd pszichológiai területről közelítjük meg a koronavírust, műsorunk végén pedig Dobos Ferencnél teszünk látogatást, mutatjuk a részleteket. Magyarországon januárban kezdődtek meg a bentlakásos idős otthonokban
az oltások beadása. Február első hetében Magyarországon a legidősebbek oltása kezdődött meg, majd a második héttől a 60 év alatti krónikus betegek oltása. Mindig fontos arról beszélgetni, hogy országosan, illetve városunkban, a térségben hogyan zajlanak ezek a védekezési akciók, jelen esetben a védőoltás. Dr. Víg Istvánt, házi orvost köszöntöm, a házi orvosok kollegiális vezetőjét. Mi most az oltási protokoll? Tisztelettel köszöntöm a nézőket. Az oltási protokollról egy pár szót. Tehát jelen pillanatban erre a hétre vonatkozik. Oltjuk a 60 év felettieket, és most már nincs közte különbség, hogy gyógyszert szede rendszeresen van, nem. Ez a 60 év feletti korosztály a háziorvosi rendelőkben történik az oltásuk. A vakcinákról pár szót, hogy egyáltalán ők mit kaphatnak. Jelenleg a Pfizer vakcina nagyon kis számban, de elérhető. Ezeket az oltásokat elsősorban a 80 évhez közeli páciensek fogják megkapni. Azért mondom, hogy közeli, mert van olyan praxis, ahol még a 80 év felettiek is van egy néhány, aki nem lett beoltva, illetve a 71 néhány évesek, és akkor a 60 év, 60-70 évesek, azok pedig a Sinopharm, a kínai vakcinát fogják megkapni. Ez nagyjából most úgy néz ki Szentes környékén, hogy praxisonként a héten 20 Pfizer oltás lehetséges, amit kórházi oltópontokon adnak be, valamint 60 környéki, átlag 60 páciens fogja megkapni az első oltását a Sinopharmból. Ezen kívül van egy listánk még az 50 év alatti krónikus betegek listája. Ez ezen a héten nincsen érintve, tehát ők, aki eddig nem kapta meg, az most egyelőre várakozó listán van, mert az AstraZeneca oltóanyagot a héten nem kaptak a házi orvosi praxisok, illetve lehetőséget arra, hogy küldjünk akár oltópontra. Magamat kiegészítve, januárban még az egészségügyi dolgozók oltása is elkezdődött. Ma 5 féle oltóanyagot ismerünk jelenleg Magyarországon. Mi alapján működik az oltás? Tehát nyilván van egy országos szállítmány, ami ha megérkezik, és ez alapján tudnak a szentesi házi orvosok is behívni pácienseket. Mindennek mi a protokollja? Tehát elsődlegesen az ugye, hogyha regisztrált a páciens, akkor azt egy háziorvosi praxis kódhoz rögzíti a rendszer, és ezt mi minden héten, pénteken vagy a hétvégén megkapjuk, hogy a következő időszakban kik azok, akik regisztrálva vannak, és következik az oltásuk. Ez most már egy viszonylag hosszú lista, hogy tudni kell, hogy körülbelül egy ilyen 200 fő per praxis áll sorban az oltásokra. Ez a lista központi, tehát ehhez gyakorlatilag mi nem tudunk sem hozzáadni, sem kivenni belőle pácienst. Ugyancsak a hétvégén, általában a hétvégén vagy hétfőn kapunk egy olyan e-mailt, hogy mely korosztályok olthatók ebből a listából, vagy vannak olyan speciális kitételek, amit esetleg központilag szabályoznak. Tehát például erre a hétre vonatkozóan egy egyértelmű legyen, például nem kaptunk 50 év alatti krónikus betegre listát, illetve nem is a lista, hanem az, hogy lehetőséget, hogy oltsunk. Így most ugye a 60 év felettiekkel tudunk dolgozni, tehát van egy központi lista, ezt megkapjuk, azon elkezdünk menni általában Pfizernél legidősebbtől a fiatalabb felé, a másik a kínai oltóanyagnál meg általában a 60 éves kor és a felett kezdjük el oltani. Természetesen itt azért olyanok vannak, hogyha valaki betegség miatt nem tud megjelenni, akkor azt tudjuk nagyon jó, hogy őt át kell rakni egy másik hétre, vagy ha például van benne olyan sürgető dolog, hogy egy kezelés előtt áll, minél hamarabb meg kellene, hogy kapja. Természetesen ilyen mozgásterünk azért van, tehát egyéni mérlegelés lehetséges ezekben. De valójában a listára fel, illetve leírni nem tudunk pácienseket. Az oltóanyagok típusa, ugye azért ma főleg a közösségi médiában látható, hogy válogatnak az emberek, de talán ez a tendencia is változik, hiszen amiről korábban azt mondták, hogy nem szeretnék már szeretnék igénybe venni. Ugye ön is említette, hogy az idősebbeknél melyik oltóanyag volt elsődleges. Mitől függ ez, illetve az életkorokhoz hogyan járulnak hozzá a különböző oltóanyagok? Valójában az, hogy elkezdtünk válogatni az oltóanyagokban, és azt mondom úgy, hogy tehát a hétköznapi emberek szintjére ment el az, hogy szeretnék választani. Valójában ez egy nem jó út, ez erről nincs is értelme talán úgy vitatkozni, vagy egyáltalán beszélgetni róla, hogy jelen pillanatban így is nehezen elérhetőek az oltóanyagok. Az oltóanyagok mindegyike kipróbált oltóanyag,
több országban használták. Tehát például mondjuk példa ugye a kínai oltóanyag. Igaz, hogy még az Európai Unió nem bólintott rá, de valójában Európán kívüli országokban több millió számban beadták már ezeket az oltóanyagokat. Tehát valójában ezek használt oltóanyagok. Tehát én nem hiszem, hogy bárkinek is hátránya lenne az egyik oltóanyaggal kapcsolatban egy másikhoz képest. Tehát nem tudjuk jelen pillanatban megmondani azt, hogy az egyik jobb-e, mint a másik. Vannak különbségek köztük, ez egyértelmű. De lényegében én jelen pillanatban azt mondom, hogy veszélyes és rossz vakcina nincsen forgalomban, bármelyiket fel lehet venni. Én családtagjaimnak is ezt mondtam, hogy bármelyiket, amelyik hamarabb kerül sorra, vagy amelyik listán hamarabb kerül sorra, azt fel kell, hogy vegyük, és mindenkinek ezt is tanácsolom. Ebből a helyzetből, ami most kialakult, az az egyetlen egy kiút, hogyha minél többen beoltatják magukat, és jelenleg mondom, nincs olyan, hogy veszélyes vakcina. Tehát nyugodtan oltassák be magukat, és kérem is a szentességeket, hogy lehetőség szerint minél többen regisztráljanak, és még azok is regisztráljanak, akik hezitálnak, tehát még gondolkodom, hogy beoltassam-e vagy ne. Kérem, hogy legyenek rajta a listán. És akkor amíg az adminisztrátor nem hívja, hogy jöjjön oltóanyag, vagy vegye fel az védőoltást, addig gondolkozhat rajta, de legyen rajta a listán, hogy egyáltalán átlátjuk, illetve a rendszer átlátja, hogy mennyien veszik fel az oltóanyagot, mert még mindig benne van az, hogy még nagyon kevesen vagyunk ezen a listán. Itt azért megállva egy gondolat erejéig, hiszen elérkezünk ahhoz a kijelentéshez, hogy Magyarország egy éve a koronavírus távlatából, és itt a mellettünk, mögöttünk látható víruskép azért ismert és ijesztő már hónapok óta. Ugye folyamatosan az volt a kormányzati kommunikáció is, hogy egy védekezés van, az pedig a vakcina, illetve a védőoltásnak a beadása. Arról is hallhattunk már, hogy ezek hogyan lesznek regisztrálva, ezek a folyamatok, erről lehet-e tudni valamit, és hogyan tudjuk azt megerősíteni, hogy valóban ez az egyetlen védekezési eszköz, nem csak országosan, hanem az egyén életében is, hiszen folyamatosan a szövődmények rosszaságáról hallunk. Mármint az oltási szövődményekről. Nem, a koronavírus. A betegség. Jó, bocsánat, ezt én értettem akkor félre. Jó, tehát egyelőre ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a kormányzati kommunikáció mellé állva szakmailag tudom azt mondani. Tehát az orvos szakma is abban egyértelmű állásponton van, hogy a védőoltás az, ami ki tud ebből vezetni. Ugye itt van, most beszélünk erről a harmadik hullámról, vagy halljuk azt, hogy harmadik hullám. Valójában egy teljesen természetes dolog az, hogy egy ilyen jellegű légúti fertőző betegség, mint amilyen a koronavírus fertőzés is, tavasszal egy erősödést mutat. Ugye most ott vagyunk, hogy elkezdődik lassan a tavasz, egyre több megbetegedés lehet. Látjuk azt, hogy a tél folyamán sem tudott nagyon csillapodni, volt benne egy kis megfékeződés, ez részben az embereknek a megfelelő hozzáállása miatt is lehetséges volt, illetve amiatt, hogy hidegebb idő volt egy kicsit. Na most ugye jobb idő van, egyre lazábbak leszünk, bizony, hogy még mindig itt van közöttünk a vírus, egyre többeknek át lehet adni, és ezért is van az, hogy beszélünk arról, hogy harmadik hullám. Én nem nagyon szeretem ezeket a hullámokat, a lényeg az, hogy tavasz van, és biztos, hogy többen fognak még megbetegedni, ezért is van az, hogy sürgető az, hogy minél több embert beoltsunk. És az, hogy kérdés, hogy egyáltalán oltóanyag, és csak ez az egyetlen egy út ebből. Jelen pillanatban, hogy egy éve vagyunk benne. Látjuk azt, hogy ha nincs védőoltás, akkor mennyien betegszenek meg. Valójában a betegszámok, amiket ugye kommunikálnak, azokat sokszor az ember nem is tudja hova rakni, hogy ez most sok vagy kevés. Én azt tudom mondani, hogy ami látszik most is, és ott az intenzív osztályok és a nagyon beteg emberekről beszélünk, hogy ott bizony elkezdődött szépen lassan ismételten növekedni a számuk. És ezeket szeretnénk mi elkerülni, hogy minél kevesebben kerüljenek olyan helyzetbe, hogy intenzív ellátást igényeljenek. Szövődményekről ugye egy pár szót. Valójában extra ritkák a szövődmények, és múltkori beszélgetésünk kapcsán is mondtam én ezt, hogy valójában egy hétköznapi gyógyszer, amit recept nélkül kaphatunk a patikában, sokszor sokkal komolyabb problémákat tud okozni, mint egy védőoltás. Úgyhogy egyáltalán nem szeretnék egyik védőoltás gyártó pártjára és gyógyszercég pártjára állni. Jók ezek a védőoltások, használhatók, gyakorlatilag a legkevésbé propagált és legkevésbé tetszik ugye az embereknek a kínai vakcina, de gyakorlatilag ez egy 100 éve
közel 100 éve gyártó, vagy egy technológia által van előkészítve, ebbe azért olyan nagyon rossz nincsen. Tehát ez már milliárd számra voltak hasonló oltások beadva. Uh-huh. Tehát én nem nagyon tartanék ezektől egyelőre. Ugye én a szövődmények szót használta, mi különbség van a szövődmény, meg esetleg mellékhatások között? Na most a mellékhatások, valójában én nem is szoktam ezeket mellékhatásoknak nevezni. Ugye egy oltóanyag, amikor beadjuk, akkor a szervezetünk reagál rá. Valakinél ez egy csendes reakció, gyakorlatilag alig vannak panaszai, valakinek viszont erősebb fájdalmai vannak, esetleg hidegrázása, láza alakul ki. Valójában én úgy szoktam nyugtatni a pácienseimet, hogy ennek örüljenek, hiszen ugye a vakcina dolgozik. Régen is ez volt. Persze, én azt mondom, hogy valójában, hogy valaki egy-két napig hőemelkedése van, kicsit rosszabbul érzi magát, örüljön neki, a szervezetünk aktív dolgozik a bevitt, akár legyen az elölt vírus, vagy akár az bevitt anyagok ellen. Tehát ilyen szempontból ezektől nem kell tartani. Egyéb mellékhatások, az, hogy lesz egy helyi bőrpír, vagy extra ritkán ugye valami allergiás reakció. Ezek tényleg olyan pici számban vannak, hogy gyakorlatilag múlt heti adat, hogy komoly allergiás reakció Szentes környezetében nem fordult elő. Tehát sokan belettek már oltva, de egyszerűen még ilyen nem történt. Ugye nyilván a házi orvosoknak is átszervezést igényelt az, hogy elkezdődött az oltakozás, ha lehet így fogalmazni, hogyan, miben változott meg a struktúra, és milyen lehetőség, segítség érkezik ennek orvoslására. Igazán megváltozott a rendelésünk és az egész munkánk az utóbbi időben. Tényleg egyre többet adminisztrálunk. Mindig erről beszéltünk, hogy többet, most már aztán tényleg nagyon sokat. Meg kell szerveznünk a kórházi oltópontokra a pácienseket, hogy mikor is ki jut el, hogyan jut el esetleg ugye akár betegszállító, a másik pedig ugye a saját oltásuk, amiket mi adunk be a házi orvosi praxisban, illetve mellé ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy lassan most már a második oltásokat is be kell fűznünk, és közben ott van a hétköznapi tevékenységünk a házi orvosi ellátás. Ezzel kapcsolatban tényleg a türelmüket szeretnénk kérni. Tehát most nagyon komolyan koncentrálnunk kell arra, hogy az oltások meg legyenek szervezve, nagyon rövid határidőket kapunk, egyik pillanatról másikra kell úgy reagálnunk, hogy gyakorlatilag csak lehet, hogy néhány óra hosszánk van erre, hogy ezt megoldjuk. Úgyhogy mindenkinek a türelmét szeretném kérni minden háziorvos kolléga nevében, hogy ellátatlanul nem hagyunk beteget, az egyértelmű, de lehet, hogy nem először érnek el telefonon, és bizony, hogy foglalt az a telefon, kérem, hogy hívjanak újra, fel fogjuk venni, amikor csak tudjuk, csak akkor nem veszünk telefont fel, hogyha dolgozunk, és nem tudjuk elérni azt a telefont. De kérem, hogy hívjanak, megpróbálunk mindenkinek segíteni. Tehát az adminisztráció az, ami főleg a mindennapokban gyarapodott, kaptak erre ígéretet, hogy ezt könnyíti esetleg a város? Igen, múlt héten polgármester úrral, járáshivatalvezető úrral is egyeztettem. Meg is kaptuk az ígéretet, hogy adminisztratív segítséget tudnak adni. Valójában ennek most jelenleg a szervezése zajlik, hogy egyáltalán milyen formában lehetséges ez, és köszönjük szépen a felajánlásokat, élni is fogunk vele. Úgyhogy arra szeretném is kérni a lakosságot, hogy ha egy adminisztrátor fogja hívni, akkor ne ijedjenek meg. Csak olyan jellegű adatokat közlünk az adminisztrátorokkal, ami teljesen publikus, tehát valójában arról lesz szó, nagy valószínűséggel, hogy egy adminisztrátor fogja felhívni önöket, és akkor meg fogják mondani, hogy mikor, hova kell menni az adott oltásra. Ha komolyabb egyeztetés, egészségügyi jellegű kérdés van, akkor továbbra is azt majd a házi orvossal kell megbeszélni. Március 1-től halljuk azt, hogy egyébként változik maga az oltásnak a protokollja. Akik már az első oltáson túl vannak, ugyan, hiszen ezt is olvashatjuk, és nyilvános adat, hogy az első oltás már közel 80%-os védettséget biztosíthat, és nyilván van egy olyan kormányzati törekvés és akarat, hogy az első oltást mindenki legalább minél közelebb és minél hamarabb meg tudja kapni. Hogyan változik, illetve akik már megkapták az első oltást, és esetleg tudják, hogy mikor ütemezik a második oltást, ők megkapják még ezt? Igen, tehát először is, aki március 1-e előtt kapta meg az első oltását, a kormányzat is jelezte, hogy nekik félre van rakva az oltóanyag, és abban az időszakban fogják megkapni, amikorra belettek hívva.
A többiek, aki március 1-e után kapja az oltást, ők már az új oltási séma szerint, tehát egy kinyújtottabb időszak van a két oltás között. Na most valójában ez egy ilyen vakcina inséges időszakban, ez egy elfogadható lépés volt, nem nagyon tudták máshogy azt megoldani, hogy kevés a bejövő vakcina, ugyanakkor minél több embert szeretnének tényleg már legalább az első oltásban részesíteni. Tehát így valójában ezek az időtartamok, amiket meghatároztak, ezek le vannak írva, ezek teljesen biztonságosan tarthatók, tehát senki nem fogja későn megkapni, csak később, mint az eredeti tervek szerint. Tehát ettől nem kell tartaniuk. Úgyhogy lett egy kis változás, de valójában ezt az érintettek azok tudni is fogják. Aki meg hamarabb megkapta, nyugodjon meg, ők ugyanarra a napra kell, hogy jöjjenek. Még egy gondolat a regisztrációról. Mi az ön tapasztalata? Mennyire értik már akár az idősebb betegek, és mennyire kapnak segítséget a regisztrációhoz, ami nyilván interneten történik? Gördülékeny ez? Igen, valójában maga a honlap az viszonylag egyszerűen kezelhető, de természetesen így is van olyan probléma, az idősek ugye ezt nehezen tudnák véghez vinni. Én mindig arra kérem, hogy biztos, hogy van egy olyan családtag, aki tud ebbe segíteni, de nem szeretném reklámozni, de én is 5-6 pácienst a héten beregisztráltam, mert nem volt más lehetőség, tudom, hogy olyan a család, hogy nem nagyon tudnának segíteni. Tehát amikor én arra kérem önöket, hogyha nem találnak családi segítséget, és nem találnak olyan külső segítséget, aki ezt meg tudná oldani, akkor mi is segítünk, csak nem mi legyünk az első lépés, mert most tényleg nagyon leterhet a rendszer, de természetesen, hogyha nincs más kiút, és rászoruló, és nem tudja megoldani, biztos vagyunk benne, hogy megoldom én is, meg a többi kollégám is. És végezetül azért hívjuk fel a figyelmet, ugye nyilván holnap is születik döntés, illetve a kormányzat folyamatosan kommunikál a változásokról. Itt van a koronavírus, itt van egy tavaszi időszak, ami ezt felerősíti. Mire vigyázunk, és ön mire kérni a szentesieket is? Amit nagyon szeretnék kérni, az, hogy tényleg minél többen regisztráljanak, és utána majd döntenek arról, hogy felveszik-e vagy nem, de én szeretném arra kérni önöket, hogy vegyék fel a védőoltást. És a másik dolog az, hogy valójában jobb idő van, kicsit lazábbak vagyunk, meg a másik dolog az, mert szeretnénk is egy kicsit lazábban élni. Még mindig a türelmüket szeretném kérni, amikor olyan helyen vagyunk, ahol a maszkviselés kötelező, kérem, hogy vegyék fel ezt a maszkot és használják. Én bízom benne, hogy a következő, ha nem a következő, az utána lévő beszélgetésünk már arról fog szólni, hogy egy kicsit lazábban lehet élnünk. Legyen ez akkor a végszó, illetve azt hiszem megállapodhatunk abban, hogy az oltás nagyon fontos, és ön is erre hívta fel a figyelmet, innen fogjuk folytatni. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is. Sajnos a koronavírus járvány már egy éve itt van velünk, és talán még valameddig itt is lesz. Azt már tudjuk, hogy a testünkre milyen hatással van, milyen tünetekkel jelentkezik, de hogy vajon a lelki egészségünkre hogyan hat, és milyen módszerrel tudnánk ez ellen védekezni, azt Gyerkó Attila Levente pszichológustól kérdezzük. Igen, sajnos lassan valóban elmondható, hogy a koronavírus okozta járványhelyzet már egy éve az életünk része, hiszen a tavaly év elején a járvány első hullámát éltük meg, illetve az elmúlt év nyár végétől, szeptembertől kezdődően a jelenleg is aktívan tartó járvány újabb hullámát éljük. Tehát nagyon hosszú ideje az életünk része ez a járványhelyzet. Éppen ezért úgy gondolom, hogy magán a megbetegedésen, megfertőződéstől való félelmen túlmenően jelentős stresszforrás az emberek számára. Ez a hosszú ideje tartó változásokkal, kihívásokkal, bizonytalansággal teli élethelyzet. Tehát nagyon sok változás történt az életünk több területén, változás történt ugye a kapcsolattartásainkban. A kapcsolataink csökkentek, hiszen egymás, illetve elsősorban idősebb szeretteink védelme érdekében kapcsolataink csökkentek. Változás történt a munkavégzésben, hiszen sok területen a munkavégzés online formában, úgymond home office-ban történik. Illetve úgy gondolom, hogy most már sok esetben, sok területen, sokak számára a magától a munkahely elvesztésétől való félelem, aggodalom okozhat jelentős stresszt, illetve hogyha ez már bekövetkezett, akkor az egzisztenciális problémák, egzisztenciális válság.
változás történt, ugye a gyerekek életében is, elsősorban az oktatás iskola szempontjából, hiszen a hagyományos oktatási forma átalakult online oktatássá, ami most is napjainkban tart, elsősorban a középiskolások, illetve a felsőoktatásban részesülök esetében. Jelentősen csökkentek a rekreációs lehetőségeink, amelyek egyébként nagyon fontosak a feltöltődésünk, kikapcsolódásunk szempontjából. Tehát nagyon sok változás, kihívás, bizonytalanság történt az emberek életében a járványhelyzet miatt, és úgy gondolom, hogy sokak számára ezzel a bizonytalansággal való megküzdés okozhat problémát, illetve sokak számára megterhelő lehet megterhelő azok számára, akik egyébként is hajlamosak az aggodalmaskodásra, a szorongásra. Fokozott érzelmi reakciók alakulhatnak ki, mint például szorongás, hangulati életben nyomottság, feszültség, reménytelenség érzése. Tehát olyan jellegű problémák erősödhetnek fel, mint például szorongás, pánik jellegű érzések, tünetek. Igazság szerint ön egészségpszichológiai műhely címmel végzi tevékenységét. Mit jelent ez tulajdonképpen, és milyen problémákkal fordulnak önhöz? Igen, általában az egészségpszichológia műhely megnevezést szoktam alkalmazni, és ezt azzal a céllal teszem, hogy behatároljam azt a területet, amivel én foglalkozom, illetve amely területen esetleges hatékony segítséget tudok nyújtani a hozzám fordulók számára, és ez a terület az egészségpszichológia. Az egészségpszichológia az alkalmazott pszichológia egyik legújabb ágainak az egyike, és úgy gondolom, hogy ez az a terület, ami leginkább közel áll az emberekhez, hiszen a mindennapjaik során megjelenő problémák, elakadásokban nyújt segítséget. Elsődleges céljai közé tartozik az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, illetve olyan területeken kaphatunk segítséget, mint például változást, kihívást, kreativitást jelentő helyzetekben való támogatás, belső potenciálok aktivizálása, gyógyulás, egészségmegőrzés fejlesztése, betegségekkel való hatékony megküzdés, súlyos betegségek, műtétek, krónikus állapotok, lelki terheinek a feldolgozása, illetve betegségek által érintett egyének, illetve családok támogatása, illetve nem utolsó sorban a napjainkban is leginkább jellemző stresszel kapcsolatos problémák, stresszel való hatékony megküzdés esetében, szorongásos problémák esetében, pszichoszomatikus problémák esetében, önismereti, illetve életvezetési problémák esetében, illetve bizonyos életbeli elakadások, mint például gyász, vállás, elköteleződési nehézségek, párkapcsolati problémák esetében kaphatunk hatékony segítséget. Hogyan működik ez a műhely igazság szerint a gyakorlatban? Milyen módszereket alkalmaz, hogy ezeket az említett területeket fel tudja térképezni? Amint az imént említettük, az egészségpszichológia területén megjelenő problémák, illetve elakadásokkal kapcsolatban egészségpszichológia tanácsadás, illetve pszichológia konzultációk formájában történnek a foglalkozások. A módszer, amivel dolgozom, elsősorban az autogén tréning, amelyet egyéni terápiás formában alkalmazok. Az autogén tréning a manapság nagy népszerűségnek örvendő kognitív terápiás módszerek családjába sorolható relaxáción alapuló pszichológiai módszer. A módszer elsajátításával, alkalmazásával nagyobb önismeretre, a testi-lelki folyamataink tudatos kontrollálására, befolyásolására tehetünk szert, illetve gyakorlása csökkenti a stresszt, szorongást, feszültséget, pszichoszomatikus panaszokat, növeli az életminőséget. Magával a módszerrel kapcsolatban még azt mondanám el, hogy magán a terápiás folyamaton túlmenően a résztvevő személy elsajátít egy technikát, módszert, amelyet majd önállóan, hatékonyan alkalmazhat a mindennapjaiban az említett problémák esetében, illetve az életminőségének javításában. Kiknek ajánlott ez az autogén tréning? Az autogén tréning a már felsorolt területek esetében hatékonyan alkalmazható, illetve orvosi szempontból is az egyik legmegalapozottabb, legtöbbet kutatott relaxáción alapuló pszichológiai módszer, amely erősíti a test öngyógyító folyamatait, így pszichoszomatikus panaszok esetén is rendkívül jól alkalmazható. Tehát
rendkívül széles körben hatásosan, hatékonyan alkalmazható módszernek számít. Egészséges emberek számára a fejlődést, az életminőség javítását szolgálhatja, erősítheti, illetve a betegséggel küzdőknek maga a gyógyulási folyamat része, illetve ennek a segítője lehet az autogén tréning. Hogyan képzeljük ezt el egyébként? Tehát egy feltérképezés történik először, a probléma megállapítása, és utána ezt a terápiát, ezt a tréninget tulajdonképpen a pszichológus megtanítja a betegnek? Így van, hát ez úgy történik, hogy aki problémával szembesül, az időpontot kér, telefonon egyeztetünk. Ezután történik a személyes találkozás, ahol egyfajta pszichológiai vizsgálat történik, a feltérképezés, ahogy ön is fogalmazott, megállapítása a problémának. És hogyha valóban alkalmazható az adott probléma esetén az autogén tréning, akkor maga ez az első interjú, illetve a pszichológiai vizsgálat követően egyfajta tréningszerűen hétről hétre rendszeresen történő konzultációk formájában történik az autogén tréning. Bárki elsajátíthatja? Bárki elsajátíthatja, igen. Mennyi idő kell ahhoz, hogy ezt valaki elsajátítsa? És utána hogyan tudja hatékonyan alkalmazni? Ezt is lehet fejleszteni egyébként? Ennek az elsajátítása körülbelül 12-15 hetet, inkább azt mondanám, hogy 15 hetet, tehát 15 konzultációs terápiás alkalmat vesz igénybe. Ez alatt a, úgymond a terapeutával közösen történik ennek az elsajátítása és beépítése a kliens a résztvevő személy életében, amelyet a befejezés után már önállóan saját maga képes alkalmazni és hatékonyan beépíteni a mindennapjaiban, ezáltal növelve az életminőségét és az adott problémát hatékonyan kezelve, megoldva. Mi, paciensek, hogyan jutunk el arra a pontra, hogy szükségünk van például egy ilyen kezelésre? Ebben az időszakban, a vírus okozta időszakban, az ezt követő időszakban megnövekedett azoknak a száma, akik ilyen jellegű problémákkal fordulnak önhöz, amelyet a vírus okoz, ugye? Igen, valóban van egy ilyen tapasztalás, hogy a vírusnak a következményei képpen többen szembesülnek ilyen jellegű problémákkal, mint amit említettem a beszélgetésünk elején is, hogy akik egyébként is hajlamosak a túlaggodásra, az aggodalmaskodásra, a szorongásra, ez a járványhelyzet felerősítheti ezeket a tüneteket, és ilyen esetben érdemes segítségért fordulni, segítséget kérni. Milyen korosztály az érintett, vagy a legérintettebb? Mit lehet mondani? Ugye az idősebbek, hát elszakítjuk a fiatalabb családtagjaitól, ők is sérülnek valahol. Talán a középkorosztály elveszíti a munkáját, ezáltal lehet egy nehéz helyzetben. De ott vannak a fiatalok, és én most már egyre több helyről hallom, hogy a középiskolások is például egyre nehezebben viselik ezt a bezártságot, az online oktatást. Nekik mit lehet javasolni? Természetesen őket is érinti, mint ahogy beszéltük már, hogy ez a járványhelyzet mindenkit érint, és beleértve a diákokat is, és a középiskolásokat is, és úgy gondolom, hogy őket jelentősen érinti, főleg most így közeledve az érettségi fele, őket is érinti ez a bizonytalanságérzés, hogy mi is fog történni, hogyan is fog zajlani akár az érettségi, illetve a továbbtanulásuk. Milyen tapasztalatokkal zárultak mondjuk az elmúlt időszakban az ilyen fajta tevékenységek, az elvégzett tréningek, mit mondanak a paciensek? Én azt tudom mondani, hogy minden esetben sikerrel zárultak. Minden egyes ilyen tréning befejezésekor van egy ilyen úgymond számadás és értékelése a tréningnek, és eddig mindig azt tapasztalom, hogy az elején kitűzött célok, azok általában megvalósultak, tehát sikerrel zárulnak általában ezek a tréningek. Hogyan lehet kipróbálni ezt a módszert? Milyen kapcsolattal lehet önfelé élni? Az elérhető telefonszámon, úgymond időpontegyeztetés formájában, előzetes időpontegyeztetés szerint lehet bejelentkezni, így tudnak kapcsolatba kerülni. A telefonszám az több felületen már elérhető, a Gyerko Attila Levente pszichológus Facebook oldalon is megtalálható a telefonszám, ahol további információkat találnak az érdeklődők. Köszönjük szépen a beszélgetést! Nagyon szívesen!
Dobos Ferenchez látogatunk el, aki, mint fogalmazott, paraszt gyerekből lett kertészmérnök, majd vállalkozó. Életpályája kezdetén már korán kapcsolatba került a földdel, a kertészkedéssel, hogy nagybátyja és édesapja is ezen a területen dolgozott, és bizony már 10 éves korában is megismerkedett azokkal a feladatokkal, melyek a növénytermesztés területén jelentkeztek. Nyugdíjba vonulása után gyermekei örökölték a növények szeretetét, a vállalkozói szemléletet, és viszik tovább azt a vonalat, amit évtizedekkel előbb elkezdett. Gyakorlatilag az összes felmenőm kertészettel foglalkozott, keresztapám, apámnak a bátyja volt az első főkertész az Árpádnak. Ő indította el a fóliákat, üvegházakat, ő egy nagyon innovatív ember volt, Nagyhegyen volt a földünk, együtt művelték, és annak idején, már annak idején 200-300 méterre volt a föld a Vekert csatornától, és már akkor apám meg a bátyja lefektettek ilyen beton dudákat, beton csöveket a földbe, és a vizet vitték a területre, és hogy az árasztásos, bolgár árasztásos típusú öntözést tudták vele így végrehajtani. Lenn a parton volt egy a vízhúzó motor, ami nyomta föl a vizet. Hát én ebben nőttem föl tulajdonképpen, és talán aki legjobban hatással volt rám ebben a dologban, az édesanyám. Ő nyakissáros volt mindig, tehát ő benne volt, annyira benne volt ebben, hogy hihetetlen, és hát nem kíméltek engem se. Tehát azért abban az időszakban, hogy 53-ban születtem, tehát az 50-es évek, 60-as évek azért, az még elég kemény volt ilyen szempontból, hogy a szabadföldi kertészet volt. És hát 10 éves koromban, igencsak 10 éves lehettem, megismertették velem a bolgár nagykapát. Tudod, az a félhold alakú jó kis szerszámot, amit ha úgy belevág az ember a földbe, az odaragad. Főleg egy 10 éves gyerek, és nem volt kímélet. Még pilóta akartam lenni. Sőt, bár tanfolyamra is jártam, de egy orvosi vizsgán, ugye nagyon szigorú az orvosi vizsga a pilótáknál, az orvosi vizsgán elbuktam. Akkor legyek kertész. Jelentkeztem a Kecskeméti Kertészeti Főiskolára, fölvettek rögtön. 3 szak volt a főiskolán már, tehát volt egy dísznövény, egy zöldség és egy borász, szőlészborász, gyümölcs szak. És hát én zöldséges voltam, hát nyilván szentesiként, hát persze, hogy zöldséges voltam. Én az iskolába diplomája mentem, megmondom őszintén. Tehát én annyira benne voltam kisgyerekkoromtól a kertészetben, hogy ott nekem újat nem tudtak mondani. Nyilván az elméletet meg kell tanulni, meg le kellett vizsgázni belőle, de igazán újat nekem ott nem tudtak mondani. Tehát annyira föl voltam készülve ebből már, hogy a többiek mindig hozzám jöttek, hogyha valami ilyen gyakorlati gondjuk volt. Mindig irigykedtem azokra, akik jártak az Árpádba annak idején, a holland vetőmagos képviselők. Tehát itt már a rendszerváltás előtt már jártak ilyenek, akik holland vetőmag képviselők voltak, és oda jártak, és hát rögtön nyugati autó jöttek minden. Hát én ezt irigykedtem mindig. Volt egy őszi paradicsom fajta kísérlet ott a telepen. És én voltam a felelős ezért, és jött az egyik holland vetőmagnak a képviselője, hogy akkor ezt beszéljük meg, hogy lesz, milyen fajta, és a többi, és a többi. És elkezdtem beszélni arról neki, hogy hát mondom, nekem is vannak melyen gondolataim, hogy nem tetszik már nekem annyira ez a TSS-gedés, esetleg egy vetőmagboltot nyitnék, de nem csak egy vetőmagbolt, hanem szaktanácsadással összekötött vetőmagboltot, és fölkapta a fejét. Azt mondja nekem, hogy figyelj, van nekem egy ajánlatom. Keresünk Magyarországra egy területi képviselőt, aki jártas a
ilyen, tehát a kertészetben, a hajtató kertészetben jártas. Szervezte fajta bemutatót, végigálltak az autók, az úton nem lehetett elférni, annyian jöttek. És ugye látták, hogy végre van egy olyan lehetőség, olyan helyen megnézni, ahol valóban gyakorlati kertészet folyik, meg a területi képviselő, a vetőmagos területi képviselő is nem egy egyetemről kikerült valaki, aki elmondja a katalógusból, hogy ez a fajta ilyen, az a fajta olyan, hanem csinálja. És ez egy óriási vonzás volt tulajdonképpen. Ez a holland cég, ez 91-ben, mindjárt utána, majd bekerültem oda, Hollandiában megvásárolt egy palánta nevelő céget. És én föltettem nekik a kérdést, hogy ezt Magyarországon nem lehetne ilyet csinálni. Ugye tudtuk azt nagyon jó, hogy a palánta nevelés ugye a TSZ-ekben, amikor még voltak ugye TSZ-ek, bár ugye akkor már átalakulóban voltak a rendszerváltás után, de a TSZ-ek ugye a tagjaiknak csinálták a palántát, meg saját maguknak. Palántát külsősnek akkor csináltak, amikor belepasszolt tulajdonképpen a saját vagy a tagoknak a palánta nevelésébe, de külön szolgáltatásként ezt nem csinálták. Ugye a magánkertészeknek, akik vagy hobbiból, vagy otthon termelgettek, az vagy magának megcsinálta, vagy a szomszéd csinálta, vagy a rokon csinálta, tehát így zajlott a dolog. Akkor a gázár megugrott nagyon, ugye ez már nem volt igazán szerencsés. Meg hát nagyon sokszor ugye olyan körülmények között csinálták, hogy szegény szomszéd akkor tudta meg, hogy nincs is palántája, amikor beültetni kellett, mert nem merte megmondani a szomszéd, hogy tönkre ment a palánta. Tehát nem volt egy szerencsés dolog. És gondolkodtam, hogy mi lenne, ha ezt tényleg egy profi módon szolgáltatásszerűen lehetne csinálni. Vettem egy 2000 négyzetméteres fóliablokkot Felgyőn, ott a 4 hektáros telepen, sőt kettőt, mert akkor egy árpádos társa csináltuk együtt ezt az indítást, ő is benne volt ebbe a dologba, de aztán ő ebből kiszállt. És elindítottuk. Vettünk egy, volt akkor annak egy cseh tápkockázó gép, egy kis piros gép, megvettük, és elkezdtük a palántalmást. Hát nyilván nem volt egyszerű, mert azért a körülmények nem voltak azért teljesen jók. 93-ban indítottuk el a próbát. És amikor már látszott, már 8000 négyzetméter fólia blokkunk volt, hogy hát ez felesett réfa, akkor azt mondta a holland, hogy na, akkor úgy látszik, hogy ennek van létjogosultsága, de azért az ő nevét nem adja ehhez a típusú neveléshez, hanem akkor lépjünk tovább, és építsünk egy modern üvegháztelepet. Na itt megcsináltuk a 96-ban a céget, vagy tulajdonképpen a társaságot, és 97-ben fölépítettük az első 1 hektár üvegházat. Azóta eltelt 25 év, az idén leszünk 25 évesek, a építés rendben a cég ugye 25 éves lesz, 24-es az üvegház. Azóta küzdünk azzal a ténnyel, hogy soha nem elég a hely. Ma van 7 hektárunk mindennel együtt, tehát úgy nem a nettó telet, úgy mindennel együtt. Nettó telet az olyan bő 5 és fél hektár, és ma olyan 100-110 millió palátát állítunk elő. Fiad, lányod is útnak indítottad. Igen, hát megfertőztem őket, úgy látszik. Sikerült megfertőzni. Még egyik lányom ugye végzett, hódmezővásárhelyi végzett a főiskolán. Fiam középfokig ment el, járt főiskolára, de ő akkor úgy döntött, hogy ő inkább pénzt akar keresni, és kijött oda a céghez dolgozt, ő volt a locsolós ember. Úgyhogy azért is örülök neki, hogy ő is végigjárta ott, ugye már 15 éve dolgozik ott. Végigjárta, és hát nem úgy néznek a többiek, például hogy ide puttyantotta a fiát, de ő ott dolgozott a többiek között, tehát igazán átlátta a dolgokat, és hát most vezeti a céget. A másik ugye az már ennek az eredménye tulajdonképpen. Én gyakorlatilag az örökséget odaadtam a gyerekeknek előre. Én úgy vagyok vele, hogy most pénzt adni gyerekeknek, hát lehet, de az elfogy. Az elfogy, az gyorsan elfogy, és aztán semmi. Én azt mondtam nekik, hogy nem gyerekeim, ezt én befektetem, kaptok valamit,
és most ebben dolgoznak. Mint nyugdíjas, és ilyenkor érsz rá talán egy kicsit egyéb hobbikra is, mik azok? Azt tudom, hogy zenélni, gitározni nagyon szerettél valamikor, most is. Szeretek, de nem tudok, csak szeretek, ez különbség. Igazán nem tanultam zenét, nem tanultam zenélni se. Ez az egyik hobbi, de tényleg nagyon hobbi. A másik az a horgászat. Ha én kiülök a csónakba Tiszára, világ szűnik meg körülöttem. Én ott ülök, mire kivirrad, tehát sötétben megyek még a vízen, mire kivirrad, akkora be van dobva a peca. És hát olyan 9-ig szoktam horgászni, aztán már nincs értelme igazán. És hát mondom, nem igaz. Most jöttem, már 9 óra van. Tehát így eltelik a világ. Ki tudsz kapni. És ez gyerekkori, mégpedig annyira gyerekkori, ezt meséltem, ugye, hogy apámék csináltak a Vekertől egy föld alatti ugye, csatornát, amivel fölvitték a kertészethez a vizet, és ott volt a parton egy vízhúzó motor, egy Mia vízhúzó motor, ezt a régiek biztos, hogy tudják még, hogy ez egyhengeresen csühögő, és hát 10 éves forma lehettem, hogy az volt a dolgom, hogy hűtővíz legyen benne, meg benzin, hogy a motor menjen. Ők meg ugye csinálták, végezték a dolgokat, locsoltak. Hát ugye unatkoztam, mit csináljak, hát ott ültem a Veker parton. Peca, egyszer megáll apám mögöttem. Gyerek, miért nem megy a motor? Úgy állt meg mellettem az a csühögő, érted? Meg akkora hangja volt, hogy nem vettem észre. Vannak társadalmi funkcióid is, illetve több, hogy is mondjam, egyesületnek a munkájában részt vettél. Legyen ez a Horgász Egyesület, vagy most a legújabb ez a Rotary. Mit adnak neked ezek a funkciók? Hát lehet, hogy alapvetően olyan típus vagyok, aki szeret segíteni másoknak, főleg, hogyha meg is tehetem. Ugye Felgyőn kis faluba vagy egy vállalkozás, ami növekszik is, és ez meghatározza a falu életét igazán, azért nyilván el fogják várni tőled. De talán nem is az elvárás, én magamtól is úgy gondoltam, hogy ebbe részt kell venni, segíteni kell. A Rotaryban évente van váltás. Tehát tulajdonképpen ez nem érdem, hogy valaki a Rotarynak az elnöke, hanem kötelesség. Váltjuk egymást évente, mindenki kiveszi a részét ebből. Tehát én se tartom ezt a dolgot annak, hogy ez érdem. Nem, ez kötelességem, bár most kiszúrtak velem, mert ugye itt van a járvány, és hát kicsit leszűkült a tevékenységkör, ugye nem tudtunk bálat csinálni, ahol pénzt tudunk gyűjteni bizonyos támogatásokra, meg online összejövetelek vannak, és azt mondták a tagok, hogy mivel, hogy az idén nekem nem sok dolgom van, legyek jövőre is elnök, úgyhogy most jövőre is én fogok lenni az elnök, de visszakapják még. Mit üzensz a mai fiatalnak? Hogyan lehet azt elérni, hogy az ember magával is meg legyen elégedve, a körülményeivel is? Igen, hát van egy szlogenem, én azt szoktam mondani, hogy problémák nincsenek. Csak megoldandó feladatok vannak. Kedves nézőink, programajánlónk a jelenlegi és a műsor elején elmondott járványügyi szigorításoknak megfelelően az online tereket tudja ajánlani. Kövessék és böngészszék ezeket a lehetőségeket. Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk véget ért, legközelebb új műsorral a Szentes Televízió pénteken 17 órától várja önöket ismét. Kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Viszontlátásra!